Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Dante Fotó és a Pro Wrestling Live News első közös élő streamje. Így van, ebben a streamben gyakorlatilag be fogjuk mutatni magunkat, hiszen nyakunkon a HCV új gálája, a dicsőség napja. Így van. Ezúton szeretnénk mindenkit megkérni, hogy látogasson ki oda, hiszen mi is ott leszünk. És sok hely van az új KSI arénában, ahol most először első alkalommal lesz megrendezve a gála. Ekkora helyen még eddig nem volt, úgyhogy tessék menni és látni. Így van, egy újabb áttörést ért el a HCV, hiszen először az életben élőben fogják sugározni a gálát a Viaszthathaton délután 5 órától szombaton 22-én márciusban 2014-ben. A 21. században, tehát. Így van. De miről is fogunk beszélni? Beszéljünk magunkról. Elsőként Telek Dániát kérem, hogy mutatkozzon be. Telek Dániel vagyok, sziasztok. Nagyjából arról beszélünk itt, hogy mi csinálunk egyáltalán a HCV vonatkozásában. Miért csináljuk, és mióta, és hova akarunk eljutni. Én, mint Telek Dániel, azaz Dániel Telek, azaz Dante, jó pár éve fotózással foglalatoskodom. Még nem mondom azt, hogy ez a szakmám, de majd ez lesz. Mindenképpen ez már biztos, tehát ezért el van döntve. Úgyhogy én is fotósnak hívnám magam, mint ahogy most már lassan minden második ember az utcán. És Robert? Hát én lényegében kurvára semmi köze az, amit csinálok. Csinálni fogunk a HTV. Viszont sok között van a pankrációhoz. Így van, már 12 éve már biztos, hogy nyomon követem a pro wrestling eseményeit. Még annó a WW, nem mondom, hogy F, de a megújult WWE-ben kezdtem el nézni. ECW-n nőttem föl, főleg aztán onnantól vett át a szerepét végig is a főszervezet. Egy kis TNA-vel, egy kis Ring of Honor, stb. Verstek. Azt tudom a jövőben, hogy bármit, csak a pankrációval kapcsolatban tudja bármit csinálni. Tehát ez tök mindegy mi, bármit. Jelenleg hasonlóan komplex mifajra dolgozom. Szakács vagyok, tehát rágyát hordok az éttermekben. Úgyhogy lényegében jelenleg ez a helyzet, jelenleg riporteri szerepet töltök be, úgymond, mint szakértő. Így van, tehát Robert jó voltából és szaktudásából származóan vagyunk mi a HCV-ben, mint amolyan média, akik képeket és videóanyagot csinálunk gyakorlatilag mindenféle tekintetben, a magáról, a gáláról, a meccsről, illetve interjúkat készítünk, és most már érezzük a fejlődést magunkban, úgyhogy nem állunk le, emeljük tovább a lehetőségeket, és sok új dologgal készülünk a következő gálán is. Például? Olyannal, amit még nem láttatok valószínűleg, nem tudunk róla, hogy ilyen létezne. Létezett volna eddig. Így van, nyomoztunk utána, de nem létezik szerintem. Ne lőjük le a poént. Jó. Tehát majd ott fényen fognak rám nézni az emberek, de nem baj, mert a végeredmény az egy nagyon egyedi, és egyedi lesz az egészben. Mióta is csináljuk ezt?
mióta is nem régóta vagyunk a HCV kapcsolatában. Nem régóta vagyunk kapcsolatban velük. Először a 2013-as novemberi Véres November gálára látogattunk ki, teljesen bután, és nem tudva, hogy hova megyünk. Felkészült. Én abszolút nem tudtam, Robinak már volt fogalma róla, tehát ő ismerte a HCV-t így kívülről, meg médián keresztül. Igen, így már egy pár éve temezgettem velük, úgyhogy így körülbelül el tudtam képzelni, de hát úgy mentünk oda, hogy oda mentünk, és akkor valamit csináljunk most. Mert hogy valami legyen. Úgyhogy csináltunk valamit. Az valami az. Ezt meg lehet nézni YouTube-on, amit csináltunk. Első nekifutásra, hát látszik talán, hogy első nekifutásra volt, de örültünk neki, hogy azt is sikerült összehozni. Így van, a második viszont már látszott, hogy mind javítottunk. Illetve, hogy... észre mentünk oda most már tervekkel, és egy felépített dologgal, ami úgy, ahogy sikerült is. Igen, kisebb-nagyobb hibákkal, de természetesen ember tervez, Isten végez. Hibák mindig is lesznek. Valamit eltervezel, odamész, és tudja, hogy nem úgy csinál, de ahhoz kell alkalmazkodni. Igen, improvizálni mindig tudni kell. Igen, hatalmas probléma megoldó képesség kell ehhez. Amit szerintem eddig vettük az akadályt. Vajon az interjút, ha valaki megnézte, bízom benne, hogy azért akik nézik ezt, azok már látták azt. Illetve aki nem látta azt és nézi ezt, akkor nézzék meg azt. Úgyhogy bízom benne, hogy... Tehát kérdezheti valóta, hogy mit lehet még kérdezni. Mit fogunk még kérdezni? A pankrátoroktól? Az interjúban? Pankrátoroktól fogunk kérdezni magánéletet, amire lehet, hogy többen kíváncsiak most. Mint hogy, tehát önmagában az interjú a HCV-ről szól, mint szervezet. Nem is talán róluk, hanem a HCV-ről, illetve a pankráció helyzetével a világon. Ez most sokkal inkább rá fog menni az egyéniségükre, sokkal inkább mélyebben beletúrok a múltjukba, magánéletükbe. És hát remélem, hogy mint egy betegfogat ki tudom belőlük húzni azt is. Reméljük nem fog nekik annyira fájni. Így van. Reméljük kellemesebb élmény lesz. Illetve edzős technikáról fogunk még kérdezni. Meg még ami úgy Budapest fele eszembe jut. Meg adott helybe improvizálás közben. Így van. Mert általában az van belőle. Népszerű pankrátorokat fogunk megkérdezni, természetesen akikre a legtöbben kíváncsiak vagytok. Illetve megpróbálnak egy-két olyat is megkérdezni, akit nem nagyon ismertek, de nagyon is fontos szerepet tölt be a HCV-ben. Beszéljünk talán arról, hogy milyen kapcsolatok alakultak még ki a HCV-n kívül, a HCV rendezvényein. Invisible-re gondolunk? Gondolom. Amikor oda mentünk először, volt egy kedves, már is kollégának nevezhető kolléga, aki segített nekünk egy kicsit így beilleszkedni újként a ring körüli média. Tehát olyanok voltunk, mint a kezdő buzik a gőzfürdőben. Szerintem ennél szebb hasonlat is van, de... Úgy totyorogtunk, tehát, hogy... És akkor olyat kicsit felrázott minket, lelket öntött belénk, hogy nem fognak megölni minket. Lehet, hogy de. Így van, de ne lepődjünk meg rajta. Elvileg nem. Szóval ezt így ezúton is megköszönjük Norbinak, azaz az Invisible fotósának. Bácsinak, akivel azóta már közös projektet is
csináltunk portréfotózás terén, tehát ez HCV kívüli dolog, de abszolút pozitív és fejlődő kapcsolatok lettek ebből. Gyakorlatilag oda mentünk. Gyakorlatilag a HCV-nek ezt vegyük, hogy most a Dante fotó név lett. Hát elmutatjuk. Ahhoz képest, tehát mi úgy mentünk oda, hogy mi senkik vagyunk, most már úgy megyünk oda, hogy mi vagyunk a Dante fotó. Igen. És ez az, ami egy hatalmas fizetség volt tőlük, úgymond, nem szándékosan, illetve tehát így kényszerszerűen konkrétan, hogy így megtörtént a dolog egyszerűen. Tehát nem felejtem el sose, amikor oda mentünk az áttörés gálán januárba, és kéne interjúzni, és így megtaláltam Renegédet, és így megkérdezte, hogy most rátok, de ti honnan vagytok? És hát, mondom, Dante fotó. És így, ja, tudom, jó, akkor csináljuk. És tehát az így bármennyi pénzni jobban esett. Ezek a pillanatok jelzik vissza igazán, hogy van értelmünk ott, így merjük hinni, hogy van. Igen. Nem mondták ki, de mi merjük hinni. És hát gyakorlatilag minden pénznél többet érő dolgokkal fizetnek nekünk, tapasztalattal és fejlődéssel, nagyon nagy ugrással, áttöréssel, amit ezzel a lendülettel mi tovább is lendítünk, még följebb, mindig egyel följebb. Ki kell tűzni az életben egy nagyon nagy célt, és talán kis állomásokkal kell ezt megvalósítani. És minden kis állomásnál egy kicsi jutalom is jár az embernek. Hát kérdés, hogy jutalomnak hívjuk, vagy szükségszerű beruházásnak a következő szinthez. Igen, tehát lesznek beruházásaink most így a dicsőség napja gálára. Minőségi fejlődés lesz, és hát a dicsőség napja lesz egy áttörésünk is, úgyhogy ez a lényeg végé érvényesítésében. De gyönyörű magyar szó ez. Úgyhogy aki szeretne tényleg Dániellel, azaz a Dante fotóval csináltatni fotósorozatot, mondjuk önmagáról, az. Mert hogy ugye én nem csak HCV-ben történek, hanem ez is egy szép magyar kifejezés volt. Hát alapvetően én portréfotózással foglalkozom, ez az elsődleges profil. Amióta ismerem a HCV-t, azóta a sport a második, tehát ezt is köszönhetem nekik, hogy megtudtam, hogy még valamit szeretek csinálni. Nem csak így embereket beállítani és lefényképezni, hanem valami sokkal aktívabbat, és izgalmasabbat. Mondjuk ez így nem igaz, mert ezek attól függ, hogy mit értünk, tehát ember és sport különböző dolog. Mind a kettőt most már nagyon szívesen szívvel csinálom. Hát így van. Lényegében erről van szó. Az, hogy szép fintorra az életnek, hogy tanultál valaminek az iskolában éveket, és nem az lesz a útse. Hát rengeteg évet elrontott el. Ki kéne sípolni ezt a szót, amit most mondanék. De. Egy párat ki kéne még. Szóval sok év ment kárba arra, amit én nem akartam. Most viszont már teljes gőzerővel az történik, és azt csinálom, azt építem, amit én akarok. Igen. És ennek az eredményét remélem most már látják az emberek kívülről is, nem csak belülről igyekszem. Ezt majd ti megmondjátok. Így van.
Tehát a március 22-i dicsőség napja gála után mi lesz a Dante fotóval? Vagy ideiglenesen, vagy permanens örökre. Mondjuk ezt így. Tehát nem lehet kijelenteni, hogy pontosan mi lesz. De ki fogok menni Amerikába. Nagyjából egy hét múlva erre a gálára. És megpróbálom fellendíteni új helyen, a nulláról, jóval magasabb szintre, mint itthon sikerült. És sikerülhet? És hogyha sikerül, akkor úgymond áthelyeződik az életem. És a székhely a Dante fotónak? A másik kontinensre. Ha nem sikerül, akkor mi meglátjuk, mi lesz. De ez a név nem fog meghalni. Vagy itt, vagy ott, vagy akárhol. Így van. Lesz-e még, ha kimész Amerikába és sikerül ott gyökeret verni, akkor lesz-e még HCV? Utána. Lehet-e még? Bízom benne, hogy igen. Fogok itthon még járni, ettől függetlenül, hogy hol vagyok letelepedve hivatalosan. Igyekszem majd úgy megoldani az életemet, hogy még ha nem is minden, de sok gálán itt tudjak lenni. A jövőben. És egyre jobb képekkel és anyaggal szolgálni a HCV-t és a közönséget. Azonban a HCV dicsőség napja gála után hiába megy el egy héttel, nem az lesz. A közel jövőben az utolsó közös projekt, hanem lesz utána még egy rögtön azonnal. De ez megint csak egy meglepetés, mert eléggé nagy fába vágjuk a fejszénket, hogy úgy mondjam, és nincs garantálva a siker, viszont ha sikerül, akkor olyan anyaggal állunk elő, amit a világ még nem látott a HCV-ről. Nem véletlenül mondtam azt, hogy a világ. Igen. Nem csak Magyarország. Így van. Egy kicsit nagyon nemzetközi lesz az egész. Mint ahogy a HCV is. És úgy gondoljuk, hogy mindannyian megértünk erre a szintre, hogy... De még ha a célját nem éri el, a legfőbb célját a dolog, akkor is... A célját eléri. Igen. Tehát érdekes amúgy, hogyha megnézzük az életet ilyen szempontból, hogy van egy cél, amit szeretnénk elérni. Ez igényel valamilyen utat ahhoz a célhoz. És rájön az ember, hogy nem is azt akarja, hogy elérje a célt. Nem a célbefutást szeretné, hanem a futást a célig. És ilyenkor meg lehet kérdezni, hogy most akkor az út vezet el a célig, vagy a cél vezet az úton. Igen. És a tyúk volt, hogyha, vagy a tojás? Így nagyjából erről van szó. Hirtelen az út átveszi a cél szerepét, és az út lesz az, amit mi szeretnénk. Már nem az, ami ahová vezet, hanem maga az út. Igen. Ezért van biztosítva, hogy sikeres a dolog. Még ha nem is szakítjuk át a célvonalat, mivel megtesszük az utat, az igazi cél az teljesül. Úgyhogy számítsunk arra, hogy a HCV hamarosan világ elé kerül, és reméljük minél nagyobb közönség elé, ez majd függ sok mindentől. És főleg tőletek, a legelső út az, hogy
március 22-ére tegye szabaddá a napotokat, de főleg a délután és az estét, hiszen nem azt mondom, hogy 4 órakor, mert már 2 órakor mindenkit ott várunk, aki jó helyet akar. Hát csak ahhoz bírni kell állni a sorban, mert kapunyítás az 5 órakor. 4. 4 órakor kapunyítás, igen. 5 órakor kezdődik a gálamoda. De 4 órakor már nagyon nagy sor van. Szóval vagy azért... Így van, ezt mi is tapasztaltuk. Már 3 órakor sor volt. Igen. De jobb a sor elején állni, még 3 órakor, mint a 4 órakor a sor végén. Igen. Mindegyébb azt az órát, amit egy órával előbb oda mentek, egy órát meg is bóroltak az életetekből, mire bejuttak. Így van. A belépő nem drága. 1800 forint, ha jól tudom. Felnőtt, 1500 a diák. Ingyen van, gyakorlatilag. Ingyen van. Nem tudjuk, milyen lesz az új aréna. De ez a jó, mert... sok meglepetés fog majd érni. Ez biztos. De ez a jó, mert hogy mi fejlődünk, ők is fejlődnek ugyanígy is. Ez tökéletes harmónia. Improvizáció már megint ott lesz. Ha nem csak az lesz ott. Keressétek a Dante fotós pólót. Így van. Illetve akinek nagyon tetszik a póló, az vásárolhat is. De Dánieltől, illetve a képen látható piros karszalagot, illetve ez ugyanilyen kék deformációban. Itt van. Hát a követlenül van ott még egy. Engem el lehet érni a weboldalamon keresztül www.dante-foto.ph-val.com. Engem maga prowrestlinglivenews.blogspot.com-on, hiszen... De ezeket a linkeket majd leírjuk a leírásban, és nem kell foglalkozni azzal, hogy mi itt mit motyogunk. Így van, mert szépezetlenül beszélünk összehadarva, és az a lényegnek számunkra, hogy mit ki tudjuk mondani, az, hogy érthetően már leszarjuk konkrétan. Próbálunk rá figyelni, de nem tudunk. Ebben is kell még fejlődni, de aláírhatom, hogy ez is már történik. Így van. Mindkettőnk részéről. Így van, mert artikulálva kell beszélni, hogy már fájjon. Igen, de... Jó, van, érzésem szerint elmondtunk mindent. Most már lassan kell unalmas lenne az egész, szóval az adás vége felé járunk. Ha tetszettünk, lájkoljatok mindenhol minket. Illetve látogassátok meg az alábbi linken látható linkeket. Így van. Úgyhogy, akivel addig már nem, aki már addig úgy dönt, nem néz minket, akkor találkozunk a dicsőség napjogállán. Akivel úgy dönt, hogy néz minket, az még lát minket előbb is. Köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra. A viszontlátásra.